Budapesten forgatják az Éter című filmdrámát. 100 éve még nem ismerték az éter adagolását. A világhírű rendezőt Krzysztof Zanussit a kettőség izgatta. Az éterrel nem csak a fájdalmat lehetett csillapítani, hanem ez volt az első fegyver, amivel meg lehetett fosztani bárkit a szabad akaratától. Ez egy modern Faust történet az első világháború előtt. Egy tudós összekeveri a tudományt a vallással. Napjainkban is gyakori probléma, hogy sokak számára mosódik el a határ, mondta a rendező. A budapesti jelenetek egy bordélyban játszódnak. Az ott dolgozó nőkön gyakran kísérleteztek éterrel. Érdekes egy bordélyházban dolgozó lánynak a szerepébe bújni. Ezeket ma már nagyon nehezen lehet megérteni, hogy miért tönt valaki úgy, vagy mit jelent az, hogy ez volt az egyetlen lehetősége arra, hogy fedél legyen a feje fölött, ételt kapjon és még pénzt is keressen. Sztárenki Dóra színésznőt megviselték az abortusz jelenetek forgatásai. Ez volt a leggyakoribb beavatkozás a nőkön kísérletek közben. Az első világháború előtt katonákon is vizsgálták az éter hatását, miként lehet hirtelen tudatvesztést elérni. Míg például a szülést könnyebbé tette az éter, az érzéstelenítésen túl az erőszak eszközét is jelentette. Én az erőszakról beszélek a filmben, ez nem egy jól végződő történet. Ez egy filmdráma arról, hogy milyen veszélyes lehet az éter fegyverként. A lengyel-litván-ukrán-magyar koprodukcióban készülő filmnek 6 forgatási napja van Budapesten. Minden országból vannak kreatív résztvevők benne, nem csak a színészek, hanem a stáb az alkotói oldalról is. Van benne például magyar jelmeztervező, díszlettervező is. Jelenleg a magyarországi forgatás zajlik, de már korábban volt Lengyelországban és Ukrajnában is. Még lesz egy pár nap Olaszországban, és Lengyelországban lesz vége. A szabadságtéri expresszpalota valaha jobb időket látott, jelenleg nem lakják. Ennek köszönhetően több filmet forgattak itt, magyar külföldi alkotást egyaránt, így a Vörös veréb, a Megré csapdát állít, vagy az Atomszőke című filmeket. Ács Gábor, Euronews, Budapest.